Újvárosi napok a Sparinál. Akár ez is lehetne a hír szlogenje, hiszen a szombati balmazújvárosi bajnokira hanguló piroskékek szerdán Tiszaújvárosban játszottak edzőmeccset az amatőr Európa-bajnokság csehországi elitselejtezőjére készülő NB3-as Tisza válogatott ellen. A nyíregyháziaknál pályára lépett a klubnál korábban már megforduló ukrán kapus Vladimir Ovsienko, aki minden bizonnyal szerződést is kap, hiszen Sánta Tibor műtét után lábadozik, Balog János pedig sérült, így jelenleg csak a fiatal Rabina Alexa Brek János klubmenedzser rendelkezésére. Ami a többi sérültet illeti, Davidov és Simon már pályára lépett Tiszaújvárosban, Kristófi mellett utóbbi szerezte a Spari másik gólját a 2-1-re megnyert találkozón, Csorba csütörtökön már edzett, Siposse pedig még egy ideig nem számíthat a szakmai stáb. Rátérve a hétvégi bajnokira, a tabellán jelenleg 15 ponttal a harmadik helyen álló Nyíregyháza Spartakus idegenben is a győzelem reményében lép pályára a jelenleg 9 ponttal 12. Balmazújváros ellen. A hajdúságiak már túl vannak egy edzőcserén, Arany László Híres Gábor váltotta a kispadon. A Balmazújváros Nyíregyháza Spartakus találkozó szombaton 15 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Szeged Békés Csaba, Újpest 2 Putnok, Vác Cegléd, Orosháza Szolnok, Kazincbalcika Vasas, Honvéd 2 Ferencváros 2 és Debrecen 2 Mezőkövesd.